szeretettel köszöntöm Önöket, dr. Márfi Gyula érsek urat, köszönjük szépen a lehetőséget, hogy fogadott minket, és nagyon köszönöm Gici József Vasmár megyei elnöknek, hogy segített ebben ezt a találkozást létrehozni. A hitéleti és civilügyi kabinet egy különleges missziót tűzött ki maga elé. Az a meglátásunk, hogy ebben a társadalmi megosztottságban, ami megfigyelhető a magyar hitvilágban, de akár Európa szinten is, feltétlenül egy összefogást kellene elindítani, mégpedig úgy, hogy mindenki megtartva a saját individuális hitrendszerét összeálljon egy nagy közösséggé. Mi a véleménye érsek úrnak, hogy megvalósítható ez ma Magyarországon a magyar emberekkel? Hát ugye vallási szinten az alapvető dolog az, hogy ezek a különböző felfogású emberek, mondjuk akár keresztények, azon belül katolikusok, reformátusok, evangélikusok, baptisták, vagy ilyen kisebb egyházakhoz tartozók, akár akik nem keresztények, azok is, mondjuk például hindu vagy buddhista, azok is, hogy komolyan vegyék a saját hitüket, és akkor találnak olyan pontokat, ami összeköti őket. Mert ugye, és éppen mostan a napokban olvastam a Rabindranath Tagore-nak a Eredet című versét, amit még én fordítottam franciából, abban leírja, úgy mutatja be a gyermeket, mind aki nem egy biológiai folyamat eredménye csupán, hanem a mennynek, az égnek az ajándéka. Tehát ugye ez már az jelenti, hogy hisz valami földön túliban, valami természet fölöttiben, ha nem is keresztény. Mi viszont, akik keresztények vagyunk, nekünk hinnünk kell nem csak a Szent Háromságban, Szent Háromság egy Istenben, hanem Jézus Krisztusban. Hinnünk kell abban, hogy ő valóban megszületett, nem úgy, ahogy Adi írja, hogy szent elgondolás, hogy volt egy Jézus, aki Krisztus volt, és lehetett, úgy láttak, hogy kigondoltak. Mai ember ezt olvassa, nem is veszi észre, hogy tulajdonképpen Krisztus tagadásáról van itt szó, vagy karácsonyi rege, ha valóra válna, olyan egy boldogság szállna a világra, ez már nem keresztény beszéd. Tehát ha nem veszük komolyan a hitünket, hogy Jézus valóban megszületett, valóban meghalt értünk, és valóban feltámadt a halálból, és hogy van mennyország, hát nem veszük komolyan, akkor mikor sem össze bennünket. Hát nemrégiben, nem mondom meg, hogy melyik katolikus sajtóban olvastam egy interjút egy szerzetes paptestvérrel. Azt kérdezték tőle, hogy mit kell nekünk papoknak tennünk egy gyászolóval. Ugye éppen középiskolai tanár, és azt mondta, hogy elég az, hogyha kifejezzük az együttérzésünket, azt mondjuk az illetőnek, aki gyászol valakit, hogy én sem értem, hogy mi történt most, én is nagy bajban vagyok, egyetértek veled a fájdalomban, sőt a lázadásban is, és ennyi elég. Hát ugye ez nem keresztény beszéd. Hát egy pap nem merik kimondani azt, hogy Jézus föltámadta a halálból, és Jézus azt mondta a távozása miatt szomorkodó tanítványoknak, hogy elmegyek, de visszajövök hozzátok, és magammal visznek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Vagy nem meri azt mondani, amit Jézus a jobbratornak mondott, hogy még ma velem leszel a paradicsomban, hát akkor milyen hit? Én ezelőtt körülbelül 10 évvel voltam Stuttgartban, és ott meg a környékbeli, meg egy közeli városban mondtam egy-egy szentmisét, többek között bérmáltam is, és akkor beszéltem arról, hogy Jézus valóban föltámadta halálból, és ő van mennyország, és a Szentlélek az, aki a üdvösségünk foglalója, és
azt mondta utána Tenfli Imre atya, az ottani magyar lelkész, hogy hát de örülnek, hogy erről is valaki még beszél, mert itt ez már nem érdekel senkit. Akkor jöttem rá, hogy ami azt mondják, hogy ne kérdezz, hogy Jézus föltámadt-e halálból, vagy nem támad föl. A lényeg az, hogy benned támadjon föl, benned. Meg azt se kérdezz, hogy van-e mennyország, vagy nincsen, te teremtsd meg a mennyországot. Hát ez nem keresztény hit, ez nem köthet össze bennünket, az biztos. És ez nem lehet alapja a keresztény erkölcsnek sem. Ennek az a következménye, hogy az erkölcs is, a szeretet is, amely elszakad a hittől, a szeretet is vakvágányokra fut. Milyen vakvágányokra fut? Hát például arra, hogy a szülő nem erőlteti a gyermeket, nem akar misére járni, nincs kedve imádkozni, azt mondja, hát nem erőltetjük, sőt, még mi sem menjünk el misére, de hogy megsértsük az ő érzékenységét. Hát micsoda szeretet ez? Vagy azt mondja, hogy mondjuk a nagyfiunk már egy hete megismerte a kis barátnőjét, hát hadd töltsék együtt az éjszakát itt nálunk egy szobába. Hát milyen szeretet ez? Ez a szeretet ez nem képes arra. Na meg akkor már hadd mondjam ki a többit is, hogy Németországban már hallottam ezelőtt 15 évvel is, hogy már lelkipásztorok megáldják a Lebenspartnerek, élettársak, sőt a Lebenssteilpartnerek, életszakaszpartnerek kapcsolatát is, meg a homoszexuálisok, leszbikusok házasságát is tiszta szeretetből. Nos, hát ugye azt gondolom, hogy ez a gyökértelen szeretet, ez nem alkalmas arra, hogy összekössön bennünket, még a nem keresztényekkel sem. Az elmúlt 56 évben, ahogy elkezdett a magyar lelkekkel foglalkozni, a magyar emberek közeledésével a Jóistenhez, a magyar hitvilággal, hogyan látja ezt a folyamatot? Mivé lett mostanra? És mi ebből a megoldás, mert azért az emberek, a lelkek nagy része fájdalommal tekint az egyházon belüli vadhajtásokra, jól fogalmazom Józsi szavait, tehát a vadhajtásokra. Látjuk ezt az érzékenyítést, ami egyházon belül is folyik, ugye a homoszexuálisok és leszbikusok megáldása, és tehetetlen fájdalommal nézzük, hogy az egyházunk mivé tud válni. Biztos, hogy van valamilyen megoldás. Biztos, hogy van kifele vezető út ebből a vákumból. Ha még nem is prédikálják nekünk a megoldást, és nem mutatják most még egyházi elöljárók az utat, mert csak egy-két olyan nagyra becsült egyházi elöljáró van, mint ahogy ön is, akik utat mutatnak ebben a szürkességben, lelki, szellemi sötétségben, ahogy itt kóvájgunk. A többség még ezt nem hallja meg. Ezért is indítottuk el ezt a diskurzust, hogy hát, ha több emberhez eljut a szavunk, valamiféle megoldás, valamiféle útra rá kellene lépnünk, mert most már nem nagyon várhatunk. Nincs hova már. Hát ugye az a helyzet, hogy Európában a kereszténység eltűnőben van. És hát ugye itt van a népszámlálás. Azt szerint 2011 és 2022 között közel 1 millióval csökkent a katolikusok. A magukat katolikusnak valló emberek száma is. Most ezt el lehet tussolni, mert valóban van egy ilyen, úgy, hogy van kis hazugság, nagy hazugság, statisztikai hazugság az a legnagyobb, de azért nem volna helyesett teljesen ilyen lazán kezelni. Valami ebben biztosan van, és ennek nem szabad így folytatódnia. Tehát azt gondolom, hogy mindenkinek azért ki kéne mondani azt, amit ő tényleg meggyőződéssel val. Még azt szeretném azért megemlíteni az előbb a
homoszexuálisokkal, leszbikussal kapcsolatban, hogy senki ne jöjjön félre. Én nem vagyok felhatalmazva arra, hogy őket elítéljem, mert nem tudom, hogy ki miért olyan, amilyen. Tehát vannak állítólag ennek lehetnek genetikai okai, lehetnek nevelésre visszavezethető okai, manapság egyre többen ezt vallják. Tehát én nem ítélkezem fölöttük, de az, hogy kultuszt teremtsünk nekik, hogy a házasságukra tényleg áldásunkat adjuk, ezt én nagyon súlyos bűnnek tartom, megengedhetetlennek tartom, és nem hiszem, hogyha ebben engedékenyek leszünk, hogy akkor majd meg lesz a kereszténység, és az egyház majd erősödni fog, nem fog erősödni. Tehát jó, nyilvánvalóan nem kell visszatérnünk a keresztény üldözésekhez. Nem kell visszatérni ahhoz, amikor eretnekeket mágián elégettek, vagy a kivégzés előtt még kínoszták őket. Ez elítélendő, ez szörnyű. De ugyanakkor az, ami van például Norvégiában, egy tömeggyilkos lelövöldöz valami 80 embert, és utána följelenti a börtönt, hogy nincs megeledve a komfortjával, és akkor a bíróság neki ad igazat, azért ez már egy kicsit túlzás. Tehát átesünk a lónak a másik oldalára. Egy bizonyos fegyelem, bizonyos szigorúság kell. Szeretet az nagyon fontos. De szeretném nagyon hangsúlyozni, hogy a hittől elszakadt szeretet az nem igazi szeretet. Tehát nekünk ezzel mindenképpen erre vigyáznunk kell, hogy ezt ne vegyük át Nyugat-Európából. Ugye sokan hallottak róla, hogy a Péter csinai Pió atya, akit II. János Pál avatott szentté, hogy ez a Pió atya, ez mondott ilyet, hogy Magyarország olyan, mint egy kalitka, amelyikből egy gyönyörű kis madár fog kirepülni, és az egész világnak javát fogja ezt szolgálni, és hogy jó lenne nekünk magyaroknak komolyabban imádkoznunk a őrangyalunkhoz, vagy a angyalunkhoz, aki valószínűleg Gábor főangyal, az ő ugye képe rajt van a Szent Koronán is, ott van a Hősök terén is, és Budapesten a Szent István Bazilikának a főoltára fölött is ott található, amit azt hiszem éppen tartja kezében a koronát. A hagyomány szerint ő volt az, aki a II. Szilveszter pápát figyelmeztette, hogy a másnap érkező magyaroknak adja majd ezt a koronát. Most tehát ugye, de pillanatnyilag az ember úgy van, hogy reménykedett benne, hogy mi magyarok tudunk valamit tenni Európáért, de ugyanakkor vannak félelmek is. Amit tehetünk, az, hogy imádkozunk, az, hogy bizony böjtölünk is mértékkel. Én például az öregkornak a szenvedéseit, betegségeit felajánlom a magyar hazámért is, meg Európáért is. Tehetünk ilyesmit, meg hát az ember megmondja, amit ő igaznak lát. Én nem értek egyet azzal, aki azon a véleményen van, akár püspökként is, hogy ne szólj, szám nem fáj fejem. Azt gondolom, hogy mi püspökök nem csak papok vagyunk, nem csak tanítók vagyunk, nem csak kormánynak, proféták is vagyunk, tehát nem csak a nagy esszenciális kérdésekkel kell elméletileg foglalkozunk, hanem a konkrét esetekben is el kell mondanunk, szóvá kell tennünk azt, ami a hitet és a szeretetet érinti. Hát nekünk biztos fog fájni a fejünk, mert mi szólni akarunk, és ezért is vagyunk itt. Meg fogunk szólaltatni több hitrendszernek a képviselőit, tehát keresztény ágazaton belül ugye ezt a többféle képviseletet, illetve mindazoknak megpróbáljuk megkeresni azokat az embereket, akik motiválni tudják, vagy valamilyen hitet, ha csak pillanatnyi, vagy időszakos hitet tudnak adni
olyan embereknek, akik kiszorultak az egyházból, mert ha megnézzük a társadalmat, akkor ugye ez a megosztottság, ez abszolút látható. És ami ellen leginkább fellépünk, és amire nemet mondunk, az a folyamatos egymás kritizálásának a kényszere. Tehát ha valaki katolikus, akkor kritizálja a reformátust, ha valaki baptista, kritizálja a katolikus, de ezt a legkisebb közösségeken belül is, már a családon belül is láthatjuk a gyermeknevelés folyamatán, óvodából kezdve, iskolán keresztül és a munkahelyeken belüli kapcsolatrendszeren keresztül abszolút látszik ez a folyamatos egymásnak a mardosása, ami nem vezet sehová, és hitéleti téren mi megpróbáljuk kihelyezni az ellenpontot, hogy együtt tudunk működni, le tudunk ülni, katolikus szemmel meg tudjuk nézni, református szemmel is meg tudjuk nézni, és mindazok szempontjából, akik szintén magyar emberek, és keresik a saját útjukat, a saját individuális útjukat a jó Istenhez. Igen. A kulcs szó, amit Érsek úr is mondott, ez az isteni szeretet, tehát a valódi igaz szeretete alapuló hit. Tehát a hitből, keresztény hitből fakadó szeretet, és nem a hittől elszakadt szeretet. Egyébként, ami a protestáns testvérei házakat érinti, én hál' Istennek mindig nagyon jó kapcsolatot tudtam ápolni a protestánsokkal, és hát 22 évig voltam veszprémi érsek, és 22 év alatt a keresztény egység ima 8-tanában mind a 8 napon mindig ott voltam valamelyik istentiszteleten, közös istentiszteleten. És az általam ismert evangelikus és református lelkészek, azok ezekben az alapkérdésekben teljesen osztják az én véleményemet. Tehát hogy Németországban van ateista evangelikus lelkész nő, ezt hallottam konkrétan. Ezt ők sem értik. Ez őket is nagy aggodalommal tölti el. Épp úgy, mint minket. Igen. Most így, hogy említette a Veszprémi Főszékes Egyházat, eszembe jutott, hogy közleményt adtunk ki mi is azzal a rombolással kapcsolatban, ami ott zajlott, és megpróbáltunk segíteni, ennek ellenére lezajlott ott a csodálatos értékeknek a rombolása. Milyen így visszanézni arra a csodálatos épületre? Hát ugye erről nagyon nehéz most beszélni, mert az embernek nem illik sem az erődjéről, sem az utódjáról nyilvánosság előtt véleményt mondani. Annyit tudok azonban is mondani, hogy nem értem. Nem értem, és én is sajnálom az egészet. És azért is szomorú vagyok, mert ugye azt tudom, hogy a Veszprémi Főegyház megyében 19. augusztus 31-e óta jelenleg már 22-vel kevesebb aktív lelkipásztor működik, mint gyenge jó 4 évvel ezelőtt. És ez azt jelenti, hogy vannak, akik elhagyták a hivatásukat, nincs elegendő hivatás, elegendő szentelés, tehát fogyunk. De hát nem ez a megoldás, hogy az ember mostan ezen csámcsogjon, vagy ezt főleg mondogassa, hanem az a megoldás, hogy imádkozni kell őértük is. Akik nem értenek meg minket, azokért is. Ja, jó Isten adjon mindannyiunknak belátást és megértést, és hogy tényleg a kereszténység, ezen belül a katolikus egyház ügye is hát újra egy emelkedő fázisba forduljon. Jelenleg az a helyzet, hogy Európa
ez az én meglátásom, dekadens fázisban van. De hát voltak ilyen dekadens fázisok, hát ugye, amikor például a 13. század, 1200 években, évek elején is ilyen fázisban volt az egyház, és akkor jött Assisi Szent Ferenc, Páduai Szent Antal, jöttek a Szent Domonkos, Aquinói Szent Tamás, Szent Bonaventura, Árpádházi Szent Erzsébet, és ezekhez hasonló fantasztikus szentek. És ezeknek köszönhetően, ezeknek is köszönhetően az egyház újra egy emelkedő fázisba ment át. Ez volt a 16. században, és ugye amikor jött a protestantizmus, az azért jött, mert a katolikus egyház éppen hanyatló fázisban volt. Sajnos, ugye ez most azban, ahogyan én látom, ugye nem sikerült az egészet, hanem szakadáshoz vezetett, de utána aztán a 16. század második felében már megjelentek a jezsuiták, ugye a Loyolai Szent Ignáccal, meg megjelentek a megreformált karmeliták, Avilai Nagy Szent Terézzel, de hamarosan jött, mit tudom én, Szalézi Szent Ferenc, meg jöttek ugyancsak nagyon márkás, kiváló szentek, és akkor megint a katolikus egyház is tényleg megújult. Nem ellenreformáció volt, hanem igazi reformáció. Aztán most megint ott vagyunk, hogy kellenének egy ilyen nagy szentek. Ezért kéne imádkoznunk. Ami viszont tény, és ez vitathatatlan tény, hogy az az erős veszprémi közösség, az a nagyszámú, akik jártak ebbe a közösségbe és alkották, ez most széthullott. Hát ugye az a helyzet, hogy a várban most megint úgy tudom, hogy nem is nagyon lehet fölmenni, mert én mondtam az érsekatyának, hogy az nem helyes, hogy egyszerre 18 épületet restauráljunk, olyan, mint egy emberen egyszerre akarnánk 18 műtétet végrehajtani. Lehet, hogy mind jól sikerült, de a páciens meg fog halni. Tehát így nem lehet, hogy elzárjuk, évekre lezárjuk a várat, és akkor szikrésházba nem lehet bemenni. Ez valahogy úgy kell megoldani, hogy az élet az továbbra is fennmaradjon. Nem tudom, de persze innen ugye kívülállóként könnyű tanácsokat osztogatni, de hát nem tudom, nem akarok ebben mondjuk tovább nyilatkozni, csak azt mondom, hogy valóban vannak problémák, hát bízunk benne, hogy majd ezen is túljut a Veszprémi Egyház megye is. És akkor bízunk benne, hogy ezt az összefogást nekünk sikerül terjeszteni Magyarország szerte, és köszönjük szépen, nagyon örülünk annak a meglátásnak, hogy ez valóban működhet, és támogatást élvez az ön részéről. És hát azért egy utolsó mondatként csak kérek valamilyen útmutatást, hogy anyaként gyermekeink vannak, magyar emberként, persze imádkozunk, persze várjuk, hogy a Jóisten majd valamerre ellendíti ezt az ügyet. Amit lehet, megteszünk, hiszen itt vagyunk, nyilvánosság előtt felvállaljuk, tesszük, mondjuk, hogy aki meghallja, az is egy lépést előrébb tegyen. De mégis mit üzenne, hogy mit csináljunk egyszerű emberként otthon, miközben mosogatok, vagy miközben fát vág valaki az udvaron, vagy autózik a munkahelyéről haza. Hogyan bírja ki ezt az időszakot cselekvően, nem passzívan, cselekvően? Hát ugye itt mostan tetszett célozni a családra, ugye az ilyen válság, amiről beszéltünk, családot érinti talán elsőnek. Sajnos ugye a mi társadalmunk is megtermelte először
a singli kultuszt. Emlékszem rá, hogy a megyei lapokban sorra jelentek meg az okos lányokról ilyen sorozat. Tehát hónapokon keresztül minden héten, már nem tudom, meg volt egy okos lány, és akkor az elmondta, hogy mit szeretne, egy dolgot nem mondott soha, szeretne férjet és családot. Ez az álmaik között nem szeretne, egyetlen egynek sem. Ez kétségbejtő. Csak utána ugye jött a homoszexuálisoknak, meg a leszbikusoknak a kultusza, hogy azok nem rosszabbak, mint a házasok, csak úgymond mások. Erre szoktam azt mondani, hogy hát a kapufa meg a mellélövés is más, mint a gól, csak nem egyenrangú a góllal. Meg a tévedés és a tudatlanság is más, mint a tudás, de nem egyenrangú a tudással. Na mostan, hát ugye valamilyen ezt a singli kultusz, meg ez a másság, hamis másságnak a kultuszát, ezt is valahogy fel kéne számolni, legalább nálunk Magyarországon. És az kellene, hogy a gyermek az újra, tényleg, ahogy már említettem is, amiben már Rabindranath Tagore is teljesen egyetért velünk, valóban ne egy biológiai folyamat eredménye legyen csak, hanem Istennek az ajándék, és úgy kell ránézni, és hogy valóban a szülők azok akarjanak, házastársak akarjanak szülők is lenni, és próbálják igényesen nevelni a gyermekeiket. Tehát nem durván, de ugyanakkor szeretetteljes szigorral. Erre nagyon nagy szükség van. És én azt gondolom, hogyha ez újra általánossá válik, és a kormány nagyon sokat tett a gyermekvállalásért, de sajnos kellő eredményt nem ért el. Tehát most úgy tudom, Magyarországon jelenleg a családoknak van másfél körül van átlagosan a gyermeklétszám. Ez nagyon-nagyon kevés. Ha ez marad, akkor vége Magyarországnak. Nem 50 év múlva, de 100 év múlva nem lesz Magyarország, mert teljesen kiöregszünk. Erre nem tudunk változtatni, akkor nincs jövőnk. Hát erre indítottuk a kampányunkat is, tehát van egy ilyen kampány, országos kampány, hogy az apa és az anyaságról szól, a gyermekvállalásról szól, hogy propagáljuk, hogy szükséges, mert itt az arányokkal is probléma van, ez a másfél gyerek, ez úgy jön össze, hogy vannak bizonyos országrészek, és vannak olyan kisebbségek, ami miatt ez a másfél kijön, mert különben még az egy is alig van meg sajnos. Igen. Hát igen. Úgyhogy megteszünk mindent ezért, hogy erősítsük őt. De újra azért még annyit szeretnék mondani, hogy nem szeretném, hogy azok a hallgatók, akik mostan ezt, vagy nézők, akik ezt az interjút hallják, azt gondolnák, akinek például nem született gyermekük. Sajnos sok ilyen, több ilyen házas párt ismerjük, akiknek nem születik gyermek. Nagyon szeretnének, nem születik. De nehogy úgy érezzék, hogy mi most őket is elítéljük, ővelük együtt érzünk. Ahogyan nem ítéljük el a homoszexuálisokat, meg a leszbikusokat, sem csak a kultuszukat ítéljük el, ugyanúgy nem ítéljük el a gyermekten vagy egygyermekes családokat, sem már nem tudjuk, hogy miért nincsen gyermekük. De akinek a Jóisten megadja a gyermekre, azonnak igenis legalább három gyermekben kellene gondolkodniuk. Hát adja Isten, hogy ezt minél többen megértsék.